Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor kormánybiztos urat. Megtörtént a Petőfi szobornál a koszorúzás. Mi a mai nap üzenete? 48-49 a szabadságharc, a márciusi ifjak emlékét megőrizzük, hiszen a magyarság a szabadság eszményét nekik köszönheti, és ez a szabadság eszmény adott mindig erőt a küzdelmeinkhez, bármilyen külső hatással, hódítással, háborúval kellett is megbirkózni. És 48-nak egy fontos üzenet az összefogás is. Ma Magyarország egy világ ellen fenyegetettség közepette éli a mindennapjait, és néhány óra alatt is nagy változások történtek az elmúlt időszakban. Én nekem meggyőződésem, hogy mivel a járvány még nem terjedt el, a lakosság körében még nem robbant be ez a vírusfertőzés, kellő fegyelmezettséggel, amire a mi népünk mindig képes volt, meg tudjuk gátolni azt, hogy tömegessé váljon. Ezért is fontos, hogy minden olyan intézkedést, amit a kormány hozott, meggyőződésem szerint kellően jó időben megfontoltan, azokat tartsuk be. Köszönöm szépen!